Hát sajnos nagyon csalódott voltam az első fél idő után, hihetetlenül hangos szóval, és tulajdonképpen kiakadtam teljesen a csapatra, mert sokkal többet vártam volna játékban, mind védekezésben, mert védekezésben sem tudtuk azt megvalósítani, hogy nagyon zártan, és abból megindul, nagyon behátráltunk a saját kapunk el, és éppen emiatt távol kerültünk az ellenfél kapujától, és nagyon kevés helyzetet tudtunk kidolgozni, de igazából mind taktikai felállásról sem kell beszélni, mert ami nagyon bosszantott, hogy ilyen technikai hibákat vétettünk, ami az első 20 percben egyszerűen egymásnak adták át a játékosok a rossz megoldást, és látva, hogy az egyik rosszat csinál, ugyanúgy elpattantól, dekoncentráltan. Egyszerűen ebben a korosztályban már tudniuk kell a játékosoknak, hogy el kell viselni, hogy tétre megy a játék, és egyszerűen az eredménykényszerben játszik a csapat, és joggal vártuk el magunktól is. Függetlenül tudtuk, hogy erős csapat az osztrák válogatott, és lehetett is látni, ezt abszolút igazolták, hogy nagyon jó futballt játszanak, és ők már egészen kisgyerekkorból följöve ezt a fajta játékot sajátították el. Nálunk igazából azért ez itt januártól tudtuk ezt a filozófiát követni ezzel a korosztállyal, ez kevésnek bizonyult, és az osztrákok el kell ismerni jobb volt. Érzésem szerint már a második fél időben talán a cseréknek is köszönhetően sokkal jobb játékot tudtunk nyújtani az első fél időhöz képest. Emiatt is tudtuk ugye a 11-est értékesíteni, hogy 11-est tudtunk kiharcolni, de ott még többet vártam volna. A cserék abszolút éppen Bese Barna más, vagy Varga Szabolcs hozzá tudott tenni a játékhoz, és általuk is jobb lett a játékunk, de ez kevés volt a végső sikerhez. Nyilván azért önnyomban követi ezeket a játékosokat, akkor is, amikor a klubjukban játszanak, mennyire más az ottani bajnokságnak a színvonala, a ritmusa, mint mondjuk egy ilyen nemzetközi mérkőzésnek? Hát más sajnos. Ezt többször is tapasztaltuk már, függetlenül attól, hogy nyárban a mérkőzéseket azért láttunk már természetesen jó bajnoki mérkőzést az U19-ben, mert sajnos inkább ott kapnak helyet a mi játékosaink. És hát ez a különbség például egy bulgár válogatott, ahol 7 játékosuk a felnőtt csapatban játszik már, itt az osztrákoknál is például a 8-as csapatkapitány, az Austria Wien felnőtt csapatában meghatározó játékos, illetve a 10-es számú játékosuk a Mattersburg felnőtt csapatában futballozik. Tehát nemzetközi szinten már ezek a játékosok már a felnőtt csapatokban futballoznak, nekünk pedig az MB2-ben tud játszani Szécsi Márka Debrecenbe, Klen Heizler László pedig a Felcsút a Vidi 2-be, úgyhogy az első MB1-es csapatokban nem tudnak szóhoz jutni a játékosok, ami mindenképpen azért hátrány, amikor egy nemzetközi meccset kell játszani. Nem játszanak olyan agresszív pressing játékot a csapatok a saját bajnoki mérkőzéseiken, mint amikor egy nemzetközileg egy olyan ritmusú találkozó, hát nagyon nehéz fölvenni a ritmust, és gyorsan kell gondolkodni a játékosnak, gyorsabban kell cselekedni, amihez nem minden héten van hozzászokva a mi játékosunk, úgyhogy ez abszolút nehézséget okoz. És ezzel kell nekünk megküzdeni. Mi lehet ennek az oka egyébként, hogy nem tudják beverekedni magukat ebben a korban a játékosok a felnőtt csapatban? Hát több oka is van, azért sajnos ugye ott is eredménykényszer van, és akár a tulajdonosok, illetve az edzők félve a tulajdonostól nem merik fölvállalni, már pedig a tehetségük azért akár a mi csapatunkban is itt azért van egy-egy olyan játékos, de talán azért több is, mint egy-egy, aki igenis már alkalmas lenne arra, hogy a felnőtt keretekhez tartozzon, és akkor ott vívja ki magának azt a lehetőséget, hogy játszom majd a bajnoki vagy tétmérkőzéseken. Úgyhogy szerintem bátrabban kéne hozzányúlni ezekhez a fiatalokhoz. Az is igaz, hogy viszont ahhoz nagyon fontos, hogy úgymond jó csapatba tudjon egy edző betenni. Tehát gondolok itt a Győrre, aki most eredményesen jól játszik, abban talán hozzá lehet nyúlni egy-egy fiatal játékoshoz. Aki igazából ott nagy a tét, és ott alul van a küzdelem a kiesés ellen, vagy középcsapat, akkor az nem biztos, hogy annyira hozzá mer nyúlni a fiatalhoz, meg akkor nem is olyan könnyű a fiatalnak jól játszani. Tehát jó játékosok között sokkal könnyebb, mint hát ahol nehézségek vannak a klub házatáján is.